Folytatjuk tehát a Questor témát, a reklám előtt Girószánsz András államtitkár hallhatták. Most vendégeink Bot Péter Ákos volt jegybankelnök, és Szalai Bezevici Attila volt tőzsdeelnök, aki azért is jó, hogy itt van, mert szintén látott már brokert. Úgyhogy erről is fogunk majd mindjárt beszélni. De talán kezdjük onnan, hiszen Girószánsz András erről beszélt a legtöbbet az előző interjúnkban, hogy mit szólnak ahhoz, hogy ezért az egész Questor ügyért, meg általában a broker ügyekért még a szocialistákat terheli a felelősség, hiszen ők változtatták meg úgy a pénzügyi szabályozást, hogy az ilyen típusú cégeket csak 5 évente kell ellenőrizni. A kormány, az új kormány, az Orbán kormány minden lépése 2010 óta arról szólt, hogy rendet tegyen a pénzügyi piacon, szabályozza ezt a rendszert. Nekik köszönhető és tapsolnunk kéne, hogy most legalább kibuktak ezek az ügyek, és csak azért nem korábban, mert nem 24, vagy mert csak 24 órából áll a nap, és nem lehetett ezt az egész rendszert hamarabb rendbe tenni. Bot Péter Ákos? Az ellenőrzési logika az legyen bankfelügyeleti, vagy értékpapírfelügyelet, vagy biztosításfelügyelet, vagy szerencsejátékfelügyelet, kockázat alapú. Tehát azt kell ellenőrizni sűrűn és részletesen, amelyik kockázatos, és azt a szektort, vagy azokat a szereplőket kevésbé, ahol minden rendben van. Na most azt gondolom, hogy az a szabályozás, hogy 5 évenként kötelesek megvizsgálni minden céget, az semmiképpen is értelmezendő úgy, hogy 5 évenként kell csak, hanem amikor híre van, hogy valami gond van akár a szektor egészében, vagy néhány szereplőnek, akkor természetesen ellenőriznek. Másképpen is, más területen is úgy van, hogy kiszáll az ellenőrzés, amikor információt kap arról. Most én csak kapkodom a fejemet, mert nem tudom követni ezt az egész konkrét ügyet, de azt azért lehet tudni, hogy olyan intézményekről van szó, amelyek körül, hát legalábbis föl-föl merült az utóbbi esetben mindenképpen, hogy túlságosan, a többi szereplőhöz képest túlságosan nagyvonalú hozamokat ígért. Na most, hogyha a felügyelet, amelyik ott él a piacon, feltételezem, hogy ott élnek, tehát beszélnek, elmennek a kocsmába, elmennek egy sörözőbe, tehát begyűjtik az információt, azon nézik az adatokat, nézik a cégek hirdetését, és azt látják, hogy mondjuk 6,5%-ot ígér egy cég, miközben a, most nem mondok versenytársat, 3-at, akkor fölmerül az a kérdés, hogy mit, ha ez a forrásköltsége ilyen magas, akkor mit csinál aktíva oldalon? Akkor ki kell menni, meg kell nézni. És akkor az hamarabb kibuktatta volna a dolgokat, ha mondjuk tényleg valami piramis játék dolog van, hogy nincs értéktermelő képessége, ami arányban állna a forrásköltséggel. Legalábbis kinek ez a felelőssége, hogy ez az ellenőrzés nem történt meg? Hát erre van egy szuperfelügyeletünk, tehát hogy van egy felügyelet, amelyik a PSAF, illetve az utóbbi időben be van vonva a központi bankban, a Magyar Nemzeti Bankban, hát ez a szervezet, amelynek alapvetően megvan, nagyon sok, nagyon kemény jogosítványa megvan. Szalai Bezevici Attila? Hát azt gondolom, hogy 2008 óta teljesen új világot él mind a nemzetközi, mind a hazai bank és pénzügyi rendszer. Szereplők sokat tanultak a Lehman Brothers összeomlásából, majd a Madoff esetből, tehát amerikai jó pár példát biztosított a szakmának. Ez is egy pilóta játék volt egyébként Amerikában. Igen. Tehát volt mind a felügyeleti oldalon, mind a piaci szereplőki oldalán mód arra, hogy tanuljanak abból, hogy mit kell elkerülni, milyen hibákat, vagy ha hibákat követnek, azt miért nem lehet a végtelenségig takargatni. A magyar helyzet azonban se nem Lehman Brothers, se nem Madoff, az eddig felszínre került hírek elsősorban arról szólnak, hogy nem egy pénzügyi instrumentum szerepelt rosszul, tehát nem valós broker botrányról van szó, hanem egyszerűen egy bűncselekmény történt, ahol a betétesek az ügyfelek pénzét ellopták így vagy úgy, vagy azért, mert konkrétan hiányzott a számlájukról a pénz, vagy pedig olyan kötvényeket adtak el nekik, amelyek nem volt engedély, fiktív kötvénykibocsátás történt. Ami persze lehet egy pilóta játék, csak itt a probléma az mondjuk az amerikai Madoff esettel ellentétben, hogy itt a GDP-nk 1%-a tűnt el nyomtalanul, vagy aminek a sorsa egyelőre ismeretlen. Másfelől pedig hát látjuk, hogy itt elég a kormányhoz és a kormányfőhöz elég közeli játékos az, aki szóba került,
még hát a Madoff soha közelében nem jutott az amerikai elnöknek, és főleg az általa okozott kár, ami ugye nem volt csekély, de soha nem lehetett amerikai méretekben olyan jelentős, mint ami itthon történt. Tehát Plesztor ügyben ön szerint át lehet tolni ezt a felelősséget, vagy annak egy részét a korábbi szocialista kormányok? Én azt gondolom, hogy a parlament, hogy most ellenzék, vagy kormányoldal, vagy melyik párt, ez teljesen irreleváns kérdés, mert a parlament megadhat bizonyos iránymutatást a mindenkori felügyeletnek, hogy mikor, milyen rendszeresen ellenőrizzen, de ez a mindenkori felügyelet vezetésének a felelőssége, hogy fölismerje a buktatókat a pénzpiacon, és főleg, amikor olyan helyzet alakul ki, amelyben brókercégek elveszthetik a tőkéjüket. Itt nyilvánvalóan a minden egyes válság esetén jó esély van arra, hogy bizonyos rosszul felvett pozíciók súlyos károkat okoznak egy brókercég tőkéjében, és ugye ez az egész eset úgy indult el, hogy a svájci jegybank januárban hozott egy döntést, hogy a svájci frank elengedi, szabadon lebegteti. Ez olyan viharos piaci mozgást eredményezett, amelynek köszönhetően Budakestnél egy hatalmas veszteség keletkezett ügyfél oldalon. Ez önmagában is probléma volt, de ha volt korábbról egy nagy veszteséges ügylet, akkor az gyakorlatilag már teljes mértékben takarhatatlanná vagy fedezhetetlenné teszi az ügyet, és ilyenkor borul. Erre egy jó példa volt korábban a 95-ben, mikor a Barings bankot tüntette el Nick Leeson. Ott a Kobe-i földrengés volt, ez a külső piaci esemény. Az, hogy ez a csalás nem bukott ki korábban, és az ellenőrzés nem történt meg korábban, ez csak az inkompetencia gyanúját veti föl, vagy valami sokkal súlyosabbat ön szerint? Én nem látok tisztán, tehát nem is nagyon szívesen foglalok állást most ebben a konkrét kérdésben, mert tudom, hogy ez a beszélgetés tárgya, de én is azt gondolom, hogy van egy általános ügy, és ezt az általános ügyet kell majd végig gondolni egy független, pártatlan vizsgálatnak. Én látom, hogy nagyon sokan vizsgálódnak, de nekem hiányzik valami, ami nálunk nincsen egyébként, egy olyan fajta kékkönyv, vagy fehérkönyv, vagy olyan vizsgálat, amelyik miután valóban itt kormány személyiségek is érintve vannak, kormány közeli emberek is érintve vannak. Kormányzati intézmények legalábbis a pénzügyi döntésük vélelmes, hogy jó-e vagy nem jó, mert ugye itt állami többségű, állami tulajdon intézményeknek a pénz is bekerült olyan intézményhez, amiben nem kellett volna bekerülni. Az AHT-t valószínűleg megsértették számos, államháztartási törvényt megsértették számos ponton. Tehát egyszerűen szeretnék én tisztán látni. Örülnék, ha lenne egy olyan, és nem parlamenti, azt kell sajnos mondanom, mert már elment a kedvem a parlamenti bizottságot, úgy látom, azok semmit sem oldottak meg az elmúlt időszakban. Ugyanis itt nagyon sok kérdés van, valóban a felügyeleti ügy. Az államháztartási törvény életszerűsége. Túl sok pénz van ezek szerint az államháztartási a rendszerekben. Ezeket valaki szabályosan parkoltatja hozam nélkül az államkincstárban, valaki pedig elkezdi vinni valahova. És akkor itt fölmerül az a kérdés, hogy miért akkor derül ki, amikor pánik tör ki, kormányzati pánik, vagy utcai pánik, vagy bankpánik. Azt mondta, hogy vizsgálatot szeretne, nem parlamentét, akkor milyen az a vizsgálat, és kik végeznék, ami ön szerint megbízható és hiteles? Itt volt, már ugye elhangzottak az amerikai példák, de hát voltak botrányok egyébként Angliában és Németországban is kellett például a bankot menteni. Nálunk nem kellett, hál' Istennek. Itt nálunk ezt az egész ügyet, hogy tisztánlásunk, ahogy mondja, ki vizsgálhatná úgy ki, hogy az mindenki számára elfogadható nincs, és hiteles legyen? Most nincs a fejemben névsor, de azt gondolom össze lehet szedni az országban öt embert, akik a pénzügyi, a büntetőjogi, az államháztartási részét ismerik. Hát, ha a kormány összeszed egy általa megnevezett névsor alapján, vagy általa megnevezett öt embert, akkor az elfogadható? Hát igen, ha most sajnos csak elhunyt ember tudok mondani, de beugrott nekem, mert egyeteminek egy volt professzora, aki az ÁSZ-t vezette, ha olyan típusú professzor lenne, akkor rá merném bízni ezt. Csak azért mondom ezt, mert tisztán kellene majd látnunk időpontban, ki mit csinált. Tehát egy olyan rendkívüli vizsgálóbizottságról beszél, ami a jelenlegi rendszerben nincs is benne, olyan párt választóvonalakon fölülálló szaktekintélyekkel. Igen, mert ez nem pártügy. Én is kerekszemekkel nézem, hogy most egymásra akarják tolni. Hát a szerencsétlen befektetőt, akinek 20 milliója, 5 milliója, 100 milliója bánja, nem érdekli őszintén szólva, hogy
hogy melyik kormány alatt volt. Tehát például a görög ügy összedől. Most érdekel minket az, hogy most Papandreou volt akkor, vagy aki meghamisította az adatot. Az érdekel minket, hogy hogy jönnek ki ebből Görögországba. Mi esetünk most, hogy jövünk ki ebből értelmesen? Szerintem az is érdekli az embereket, hogy hogy jön ebből ki a kormány, hogy ki lehet-e magyarázni a rossz látszatokat. Például a benfentes kereskedelem látszatát. Ön szerint ez eddig sikerül? Hát ez az ügy most már jogi kategória, nem csak erkölcsi. Ebbe nem mennék bele, miután nem jogász vagyok, hanem közgazdász. Az ön számára hitelesek azok a magyarázatok, amiket most is adott Gyurcsány András, meg más kormányok? Nekem két fontosabb kérdésem van ennél, mint hogy az állam mikor vette ki, vagy a külügy mikor vette ki, vagy nem. Ennek a végére elég könnyű a végére járni, hisz meg kell nézni a kormányülésnek a jegyzeteit. Abból még, hogy ők mikor vették ki, azt tudjuk, hogy március 9-én kapták meg, abból, hogy 9-én adták ki a megbízást, vagy 4-én, 5-én, abból nem leszünk okosabbak, ha egyszer Orbán Viktorék azt állítják, hogy ő már 25-én egy kormányülésen, egy nappal a Budakest botrány után azt mondta, hogy most látom, hogy baj lesz a brókercégekkel, vizsgáljuk meg, hogy van-e egyáltalán állami cég, bármilyen minisztériumi háttérintézmény pénze ilyen helyen, és ha igen, vegyük ki. Ez egy hiteles magyarázat ön szerint? Erre 25-én oka volt a miniszterelnöknek, és jól tette, ha így tette? Azt gondolom, hogy a Budakest összeomlását követően, vagy mikor az egész botrány felszínre került, akkor az joggal merült ki, vagy joggal merült fel mindenki fejében. Rögtön másnap felmerült mindenki fejében? Ez így van. Tehát pont ezért, mert a szakma tudta azt, hogy a svájci jegybank súlyos hatással van nem csak a magyar pénzrendszerre, de az a világ egész szére vonatkozóan. Tehát gyakorlatilag én magam is aznap, amikor elszállt 400 forintra a svájci frank, akkor az rögtön arról beszéltünk, hogy ennek köszönhetően ki fog kizuhanni, úgy, mint a Lehman Brothers. Mert ezek a nagyon durva, erős pénzpiaci események általában kiszokták rázni a gyenge pozícióban levő piaci játékosokat. Nem másnap szokott ez kiderülni, hanem hetekkel később. Tehát akkor ön azt mondja, hogy van logika ebben a magyarázatban, hogy már 25-én egy ilyen parancsot kiadtak. Aznap... Milyen logika lenne abban, hogy aztán csak 9-én történjen meg az, amire az utasítás 25-én szól? Arra nincs szakmai logika. Én azt gondolom, hogy 25, tehát a broker, sőt a svájci fran januári esete után lépnie kellett volna mindenkinek, legalábbis a felügyeletnek azonnal meg kellett volna vizsgálni, hogy a broker cégek milyen állapotban vannak a svájci jegybank lépését követően. Mert az nyilvánvalóan egy határkő volt, semmi nem volt a svájci jegybank döntését követően már az, ami előzőleg. Mennyire gyakori és életszerű ön szerint az, hogy egy brókercégnek a vezetője ilyen magas szintű kormányzati kapcsolatokkal rendelkezzen, politikai kapcsolatokkal, sőt most már tudjuk, hogy egyházi kapcsolatokkal is. Lázár János erről úgy beszélt most egy friss interjújában, hogy ezek mindig nyalakodnak, mindig próbálnak csündörögni a kormány és a politika körül. Hát ráadásul a sport összeköt még személyiségeket is, hiszen tényleg sport vonatkozása is, ráadásul egy futball vonatkozása, ami a sportok között is egy kiemelkedő pozíciót foglal el. Azt gondolom, hogy a pénzügyi emberek és a politikusok közötti találkozást nem lehet kizárni, és hát ez rész az életnek. De hát vannak törvények is, vannak alapszabályok, és ezek, vannak keretek, ezeket nem szabad átlépni. De még visszatérek arra, amit Attila mondott, hogy itt egy iparágról is szó van, szabad így fogalmazni, amely talán túl nagy is. Most nem tudom hány broker, mondjuk 350 mondjuk, nem tudom, nagyságrendileg. És lehet, hogy egy kicsit sok. És az is elképzelhető, hogy egy olyan vizsgálat, amiről én utaltam, az nem csupán azt hozná ki, hogy a felügyeleti ellenőrzési rendszert az életszerűbbé kellene tenni, az is, hogy talán konszolidációra szorulna ez a rendszer, amit persze nem a kormánynak kell megcsinálni, most már megoldja az élet, de ez fel lehet gyorsítani. De talán azt is, és most ezek a kérdések foglalkoztatják a legtöbb embert, hogy itt vannak-e kormányzati összefonódások. Elképzelhető-e, hogy valami sokkal csúnyább történt annál, hogy egyszerűen van egy rosszul működő rendszer az ön számára, például ezek a magyarázatok arról, hogy miért nem elképzelhető a benfentes kereskedelem, hitelesek voltak?
Én se akarok erre állást foglalni, mert az egy büntetőjogi kategória. Insider trading, az a börtönbe lehet menni rendes országban. De hát azt ugye lehet látni, hogy itt nagyon intenzív kommunikáció volt az érintett cég vezető részéről, aki azt gondolta, most lehet, hogy naivan gondolta, az ő politikai kapcsolatai elég erősek az, hogy a cége megbussza. Na most valljuk be, van olyan méret, ami too big to fail, mondja az angol, hogy túl nagy ahhoz, hogy most már csődbe menjen, és akkor az állam kénytelen valamit csinálni, mert el akar kerülni például egy nagy pánikot is. De ez valószínűleg nem a Questor esete volt. Hát ezek amikor szerint, pusztán ezért lehetett ezek, volna ebben bízni. De azért valóban azért ez a 300 milliárd, azért ez egy nagyon nagy pénz. Tehát ez a magyar nemzeti jövedelemnek majdnem 1%-a, úgyhogy ez egy tényleg nagyon nagy ügy, amit nem szabad csak egy epizódnak tekinteni. Mit gondol arról, hogy helytálljon ezért a BEVA, az a betétbiztosító alap, aminek a pénzét egyébként a piaci szereplők adják össze a kormány döntése alapján? Ez egyértelmű, hogy az adófizetőknek kell ezt a hiányt fedezni, tehát a költségvetésnek. Pontosan azért, mert a piac, tehát vegyük a broker piacot, vagy a banki piacot, nem önszabályozó, tehát nem mi döntjük el, ki jön közén, ki az, aki jó piaci szereplő, jó az, aki nem. Erre az adófizetők pénzéből fönntartjuk a Magyar Nemzeti Bankot, mint szuperfelügyeletet, meg a parlamentet, mint jogszabályalkotó. Ha van egy ilyen piaci visszásság, ami történt most, ez felveti azt a kérdést, ami számomra sokkal fontosabb kérdés, mint hogy a külügy mikor vette ki a pénzt. A kérdés az, két kérdés van. Az egyik, hogy lehet az, hogy egy 300 milliárd forintos lyukat a brókercégek mérleg főösszegében éveken át nem vesz észre a felügyelet. A másik fontos kérdés pedig, hogy lehet az, hogy magyar állam pénzt tarthat olyan brókercégnél, amelynek korábban is kétes hírneve volt, és nem tudunk arról, hogy egy transzparens közbeszerzés útján lett volna a Questor kiválasztva, mint legjobb piaci vagyonkezelő. Azt mondta erre Gyurcsány András nekem korábban, ebben az interjúban, hogy hát ha tudtak erről a szakmában, hogy ez egy kétes cég, akkor az ő felelősségük, hogy nem szóltak. És akkor mit kell csinálni? Tehát nyilván piaci szereplők beszélgetnek, sőt, felügyeleti jegybank emberekkel is beszélgetünk, sőt, tehát azt mondja, hogy nem életszerű, hogy ne jutott volna a felügyelet fülébe is, ami piaci pletyka volt, hiszen sündörögnek elegen a felügyelet környékén is ahhoz. Egyrészt a piaci információk jönnek, mennek, tehát mindenkinek van módja tájékozódni, főleg ennyi éven át. Az a kérdés, hogy mit kéne csinálni az egészséges piaci szereplőknek, az egészségtelenekkel szembe. Tehát mondjuk egy banknak vagy egy brókercégnek nincs arra jogosítványa, hogy bemenjen egy másikba és vizsgálatot folytassa. Most viszont az egész broker szakmával kapcsolatban hangzanak el érdekes politikai megnyilvánulások. A miniszterelnök is azt mondta, már ugye idéztük a felvezetőben, hogy hát nem akar brókerellenes hangulatot kelteni, de mindenki látott már broker. Kövér László úgy fogalmazott egy friss interjújában, hogy a broker virág logikája, erkölcsi viszonyulása jelképezi mindazt, aminek mi 2010 óta véget akarunk vetni. Mit gondolnak erről? Ugye az ilyen hangulatkeltéseket az ember nem szereti kétségtelen, mert ha van egy orvosi műhiba és meghal egy kisbaba, az tragédia, de ebből bűn lenne az orvos társadalomra kivetíteni. Hogyha van csibész ügyvéd, akkor a jogász társadalmat elmarasztalni. Hogyha vannak disznó politikusok, akkor a közszereplést vállaló emberek egészére kivetíteni. Van ilyen reflex, ilyen kocsmai reflex, szinte mindenkinek van. Én hallottam nagyon komoly embereket, akik azt mondták, három bankárt fel kellene kötni. Mondom, nem bankárról van szó. De most nem kocsmai beszélgetésről van szó, hanem a miniszterelnök interjújáról. Én értem én ezt a lélektont, és azt is gondolom, hogy politikus rezonál erre a általam elég alantasnak érzett reflexiókra, mert emberek közé jár, de
de hát törvényalkotóként és az adminisztráció vezetőjeként nyilván az a nagyon nagy kérdés, hogy hogy lehet az államnak a maga felelősségét, a rendelkezésre bocsátott eszközöket úgy működtetni, hogy ne legyen ilyen ügy. Tehát nem az a megoldás, hogy akkor felszántom, és pláne elmarasztom azt, aki egyébként a munkáját jól végzi, hanem pontosan tisztán kellene látni, és utána meghozni az intézkedéseket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönjük. Köszönöm szépen.